leigazoltuk Lázok Jánost ismételten, ami játékosunk lett, ez remélhetőleg egy nagyszerű örömhír a szurkolóknak és a csapat erősítésére szolgál. Bancsa Miklós ügyvezető igazgatót kérdezem a részletek. Szerintem most már kár visszafelé nézni, hiszen Jánosnak volt egy pár félre sikerült, talán szerencsétlenül értelmezhető nyilatkozott a múltban. Én úgy gondolom, hogy nekem egy dolog esett jól, amit Janit ismerve tudom, hogy nem spekulációban mondott, hanem az, amikor azt mondta, hogy ő most már hazatérne. Nagyon sok ajánlatot kapott innen-onnan. Nekem ez az a szó, ez jó esett, el is mondtam mind a Jámborúnak, mind a Szanyó vezetőedzőnek, és azt mondtam, ha Janit olyan állapotban látja a Karcsi, akkor mindenképpen törekedjünk arra, hogy igazoljuk le. Kellene gólerős játékosok Janitól. Gólokat várunk, gólpasszokat várunk. Ismerjük a képességeit, 29 évesen, én semmiképpen sem gondolnám, hogy öreg. Én úgy gondolom, hogy hosszú távra szerződtünk, reméljük, hogy ez a szerződés ez mind a két fél elégedettségére fog lezajlani. Én úgy gondolom, hogy és még egyszer megerősítve, én a Janinak sok sikert kívánok, és úgy gondolom, hogy hazatért a János. Még egy dolog, hogy mennyi időre szól a szerződése Jánosnak? Gyakorlatilag 2018. júni 30-ig szól a szerződés. Gyakorlatilag Lázok Jánosnak van a leghosszabb szerződése, de mind a mellett elmondtuk Jánosnak, hogy mindaddig, amíg elégedettek vagyunk egymással, ez a szerződés addig szól. Ez a szerződés szólhatna 2020-ig, és szólhatna fél évre is. Az a legfontosabb, hogy ezen a szerződésen belül elégedettek legyünk egymással. Szeretettel üdvözöljük ismételten Lázok Jánost, aki hazatért a Vasas csapatához. 2018 nyaráig tart a szerződésed. Egyszer azt nyilatkoztad, hogy remélem, hogy a sors lehetővé teszi a későbbiekben, hogy újból piros kékmezben lépek pályára a Fáj utcában. Hát most a sors megadta neked. Milyen érzések vannak benned? Köszöntök mindenkit, minden szurkolót, és köszönöm szépen, hogy megadhatott nekem ez a lehetőség, hogy visszakerüljek ide, vagyis hazatérjek ide a Vasas családhoz. Mielőtt bármit is mondanék, azt is szeretném közölni, hogy én mindig is itt szerettem volna futballozni, meg külföldön. Ezt is úgy gondolom, egyszer elmondtam. És történtek olyan dolgok, egy-két olyan nyilatkozat az újság úgy jelent meg, hogy innen elvágyódom. De elmondom minden szurkolónak, aki ezt nem így gondolta, hogy én innen soha nem mentem volna el, hogyha nem történnek olyan dolgok, ugyebár akik engem felfedeztek, és akik most visszahoztak engem, a Vancsa Miklós és a Jámbor úr, ugyebár ez a két személy visszahozott engem ide, és ők is fedeztek fel. Ha ők innen nem mennek el annó, és nincs új tulajdonos, vagy nem megy el a Mésző Géza, én úgy gondolom, hogy itt futottam volna be a pályafutásom jó részét, és itt is kerültem Rivalda fénybe, és itt is fejeztem volna be, ha esetleg nem jön olyan külföldi ajánlat, amire én rábólítottam volna. Na már most az élet közbeszólt, és el kellett menjek, de nem szeretném azt részletezni nagyon, hogy miért. Bízzanak annyiba meg bennem, hogy tényleg, hogy nem csak az én hibámból mentem el innen, és ezzel, hogy én ide visszatértem MB2-ben, és ahogy lássák a szurkolók, hogy hosszú távra, hogy ez egy olyan bizalmi rész, meg én is ezt úgy szerettem volna visszaadni így a Vasas családnak, hogy lássák, hogy segítek feljutni az MB2-ből az MB1-be, amellett, hogy mind anyagilag ajánlottak nekem kétszeresét is több klub, amennyit én most itt fogok keresni, de úgy éreztem, meg úgy beszéltem meg a feleségemmel, hogy ennyi jár, és ezáltal ezzel szeretném bizonyítani, hogy ezt a Vasasnak vissza kell adjam, úgymond. Azt is nyilatkoztat korábban, hogy Magyarországon a Vasas lesz az egyetlen klub, amelyet tiszta szívvel tudsz és fogsz szurkolni. Sőt, még azt is mondtad, hogy a Vasastól és a szurkolóktól kapott szeretetre
máshol nem számíthatok. Vélhetően ez a 4-5 évvel ezelőtti nyilatkozat, ez most is áll. Így van, mondtam, hogy egy játékosnak mindig, minden játékos, minden klubban van olyan, hogy egy klubot fog igazán szeretni, és a szíve mélyén viselni a pályafutásán keresztül. Ez nekem a Vasas, mert itt lettem befutott játékos, és itt ismertem az egész ország. Ezáltal természetesen nekem a Vasas áll, mondom, a klubok klubjánál, hogy én igazából Vasas érzelmű lettem. Én azt nem mondom, hogy gyerekkoromban nekik szurkoltam, nem is futballistának készültem, hanem nem engedtek, hogy elkalódjak, maradjunk ennyiben. És ezáltal szeretném megköszönni a szurkolóknak, mert ők emeltek oda fel, ahol végül is megismert az egész ország. De mondom, nekem most olyan motivációm van, hogy ezt bizonyítsam, hogy újra a régi Lázok Jánit lássák, hanem még jobbat. Úgyhogy tényleg, hogy állok a munka elé, mint NB2-be és NB1-be is. Ugorjunk vissza egy kicsit a 2005-ös nyárra, amikor ide kerültél a Vasashoz. Ugye az első évben Pintér Attila volt az edződ, nála 17 mérkőzést játszottál, olykor csak 10-15 perceket. Ha jól sejtem, visszaemlékszem erre az időszakra, akkor mintha kevesebb bizalmat kaptál volna Pintér Attilától. Ez visszaadhatott esetleg a teljesítményedre, és így jól gondolom el. Igen, nagyon fiatalon kerültem oda ide fel, meg előtte egy évet játszottam Békés Csabán NB1-be, és nem a Pintér Attilánál kerültem, hanem az Egervári Sándorhoz kerültem, őnál még kevesebbet játszottam, nem éreztem abszolút a bizalmát. A Pintér Attilánál már többet játszottam, és igazából akkor merítettem egy kis rutint az NB1-ből, de tény is való, hogy nem kaptam meg azt a bizalmat tőle se, amit rá egy évre a Mésző Gézától megkaptam, és akkor ismertek engem meg NB1-be, ugyebár 9 gólt rúgtam, és több gólpaszt, jó meccseim voltak, és nagyon szépen együtt tudtam dolgozni a Mésző Gézával, de mint Pintér Attila is, egy kicsivel pár év múlva nem mondott úgymond le róla, mert ugyebár egy bajnok csapathoz mindent megmozdított, hogy oda vigyem, de az se sikerült jó, úgyhogy tény is való, hogy nekem a Vasasban voltak a legsikeresebb éveim. Ugye említetted, hogy említettük az első évet, ugye említetted a második évet is, ugye 2006-2007 már Mésző Géza alatt 28 meccs, 9 gól, akkor ötödik lett a csapat. Aztán a következő évben 25 meccsen lépte pályára a Vasas mezben 7 gól, akkor 9. lett a csapat. Aztán 2008-2009-es év már nem sikerült olyan jól neked, mert elég sok sérülés akadályozott ebben. Akkor csak 13 mérkőzésen tudtál pályára lépni, és 3 gólt lőttél, akkor 10. lett a csapat. És itt elkövetkezett 2009 nyara, illetve tavasza, amikor ugye 2009. június 30-án lejárt volna a szerződésed, de te áprilisban ugye meghosszabbítottad egy évvel, amivel hát tulajdonképpen egy nagyon pozitív gesztust tettél a Vasas felé, hogyha ez alatt az időszak alatt, amikor már voltak javában kérőid, ha mégis elmennél, akkor mégiscsak az a klub, amely, hát ahogy te is említetted, fölkarolt és bizalmat adott neked, hogy mégse járjon rosszul. Befutottam, utána mindenki felkapott, hogy elég tehetség, nagy tehetség van itt a Vasasnál. Jöttek a különböző meghívások, megkeresések, de őszintén én nem voltam fiatal, azt hiszem 23 éves lehettem. Nagyon nagy kár, hogy nem kerültem ide 18 évesen, mert az teljesen más lett volna. És amikor így rivalda fénybe kerül az ember, akkor mindig evés közben jön meg az embernek a jóhítvágya, hogy többre vágy. És nekem is, hiába nagyon szerint családból jöttem, nekem is megfordult a fejembe, hoppá, hát lehetne ebből egy komoly karrier, és így is indul az egész, de mint mondtam, még egy-két évet szerettem volna itthon még jobb teljesítményt elérni, hiába kerestek engem nagyon komoly helyekről, de még szerettem volna, és úgy szerettem volna innen elmenni, hogy jó pénzért a Vasas profitál belőlem.
Na már most úgy gondolom, hogy utána is voltak jó szezonjaim, de nem volt olyan kiugró. És úgy éreztem, hogy egy 2-3 év múlva, inkább 3, hogy váltanom kell, ki kell menjen külföldre a fejlődésem szempontjából, mert be kell vallani, amikor innen elmentek jámborulni, vagyis már közeledett a váltás. Akkor volt a Vasasnak a legjobb félszezonja, harmadik helyen zártunk, és pont jámborulék akkor mentek el, ezt ha nem következik be, én akkor biztos vagyok benne, hogy velem együtt nagyon jól járt volna a Vasas, én is elkerülök külföldre, és a Vasas is ott ilyet zár a dobogon, de ez nem következett be, ezért jámborul, sajnálatos módon jámborul, az távozott, és onnantól kezdve teljesen más körülmények zajlottak itt a klubnál, amellett, hogy biztosító volt a fizetésünk, de már nem láttam a klubban azt a rendszert, amit jámborulék itt képviseltek. Ezért én úgy határoztam, hogy egy év múlva el szeretnék menni külföldre. Nem más magyar csapathoz, hanem külföldre. Ezért is hosszabbítottam meg még a szerződésemet. Megkeresett az összes élcsapat NB1-ből, de mint mondtam, úgy szerettem volna, hogy innen elmenni, hogy pénzt kapjam értem a Vasas és külföldre. Sajnos nem jött össze, és amikor ide kerültek a külföldi tulajdonos, meg a külföldi edző, ugyebár akkor láttam, hogy hát ez nem hogy jobb lesz, hanem rosszabb, és mivel nekem 24 éves voltam, már 25 közel, aztán még lehet, hogy 25 éves is, nem láttam azt, hogy itt tényleg, hogy komoly tervek lennének, és nekem meg nem volt meg az a hátra, amivel biztosíthattam volna a jövőmet. Ugye egy családalapításra gondolok itt, meg az egzisztenciát megadni magamnak. Ezért úgy határoztam, hogy egy évet rászánok erre az egészre még, és hogyha nem sikerül elmenni, akkor muszáj valahol elkerüljek. Ugyebár fél évet itt lehúztam, rúgtam azt hiszem 8 gólt, de jött az új tulajdonos, és akkor úgy döntöttem, hogy váltanom kell itt Magyarországon belül. Köszönetet mondok az MTK-nak, hogy befogadtak, és mindig segítséget nyújtottak, hogyha segítséges szorultam. És elmentem az MTK-ba, ott is rúgtam 6 gólt 10 meccsen, aztán, és válogatott lettem. Akkor éreztem azt, hogy igazából nagy esélyt kaptam az életre, hogy elkerüljek oda, ahova szeretnék, de kölcsönbe voltam. Nem az MTK-ban maradtam, hanem visszajöttem a Vasashoz, és az olasz edzővel kezdtük el a munkát itt közösen. Jól is indult, szerintem jól játszottam, első meccsemmel adtam 3 gólpaszt, és tényleg úgy indult minden, ahogy kell, de mint mondtam, ezt éreztem már, amikor elmentem, hogy ez nem kerek, és nem fogom ezt bírni, mert változásra van szükségem, mert már az járt a fejemben, hogy muszáj, csúnya szóval ezt ki kell mondani, pénzt keresnem, de ez a tényleg őszinte véleményem, mert mindenki tudja itt, nem csak én mondom ezt, hogy egy focista meddig tud futballozni, és mivel nekem nem volt más lehetőségem, ezt muszáj volt meglépnem. Nem sikerült, lejárt a szerződésem itt a Vasasnál, és mint láthatták, nem mentem el másik magyar csapatba, hanem kivártam és dújulunkba távoztam. Ez is az bizonyítja, én úgy gondolom, hogy tény, hogy más, nem magyar csapat volt, másik magyar csapat volt a cél, hanem külföld. Ott külföldön éreztem meg igazából azt, hogy láttam, hogy mi az igazi futball, miben kell fejlődjünk, és nem volt szerencsém sajnos ott sem, mert amikor kimentem, játszottam, elküldték az edzőt, új edző jött, új felfogás, nem voltam azok játékosok között, akit ők elképzelt, hazajöttem. Nagyon nagy sajnálattal azt kell mondani, hogy itt a Vasasba csúnya szóval megint azt mondanám, hogy összevisszaság volt. Az első gondolatom az volt, hogy természetesen ide jöjjek haza és jussunk fel az NB1-be közösen, de nem ez történt, mert megmondom őszintén, azt nem tudom, hogy miféle munka folyt itt, de az nem jó, az biztos. És ezért az MTK-hoz elmentem egy pár meccsre. Aztán ott jól sikerült, ajánlott a Vasas biztonságos, vagy a Paksi biztonságos szerződést, oda távoztam.
utána ott szerintem nem vallottam szégyent, jól ment a játék, és jó, rúgtam gólokat is. Aztán egy év után kitérő Győrbe, ott egy hosszabb távú szerződést kötöttem volna, de az élet megint közbeszólt, de ennek nagyon örülök, mert nem jött létre. Mert ha létrejött volna, akkor úgy gondolom, soha többet nem fogok itt a Vasasban futballozni. Nem jött létre, visszajöntem Paksra, ott történt, ami történt az a fél évben. De mint mondom, ennek azt az egészet most úgy fogom fel, hogy hála Istennek ezek az ugrások, vagy ezek a rossz döntések miatt kerültem én most ide-vissza. És nagyon örülök neki, tényleg hazatértem, mindent meg fogok tenni, minden szurkolónak bizonyítani szeretnék, de nem csak a szurkolóknak, hanem a saját magamnak is, és mindenkinek, aki azt hiszi, hogy én most már motivációs problémák vannak, és már lefelé megyek, hát itt mondom először, hogy óriásit fognak csalódni, mert még jobb futballista lettem, mint voltam, úgyhogy bőven van még bennem jó pár év, és biztos, hogy ezt be is fogom bizonyítani. Most milyen edzettségi állapotban vagy, milyen fizikai állapotban érzed magad? Láttalak a délelőtti edzésen, a 200 méteres iramfutásoknál nem vallottál szégyent. Igen, szóval hát én edzettem. Sok emberrel ellentétben meg akit mondogatták, hogy én nem szeretek edzeni, hát aki edző engem megismer, az mindig kellemes, hogy csalódik. Én végig edzettem többet is, mint kellett volna. Ezáltal, amikor a vezető edző szanyukára, hogy mondtam, hogy kemény lesz a holnapi napunk, már akkor gondoltam, hogy itt valami kemény dolog történik. És tény, hogy jó futásba estem bele 20-200 métert, de nem csak 200, hanem kitámasztások, ahogy ez a csúcs teljesítmény egy alapozásnál is. És az első hatnál úgy gondoltam, fú, nekem még egy-kettő fog menni, de utána átestem a holdpontom, a kis a szívem vitt előre is, és én még azt mondom, hogy az egyik legjobban bírtam, szóval jó állapotban vagyok, de ez egy futás, a mindent a meccs fog eldönteni, szóval hiába futkározok én itt jól, de szombaton a szolnokán, ha megkapom a lehetőséget, ott kell jó teljesítményt nyújtani, és ott kell szét futni a pályát, de a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Tehát akkor, ha jól értelmezem, ugye tudom, hogy a papírokkal nem lesz probléma, tehát a sportorvos itt megvan, a szerződések aláírva, ezek holnap ugye már lesznek kötve az MLS-hez, tehát hogyha a Szanyó Károly vezetőedző úgy dönt, hogy Lázok Jánosnak bizalmat szavaz a szolnok ellen, akkor a Vasas szurkolók ismét láthatnak téged piros-kék mezben. Igen, és nagyon-nagyon várom. Mert itt ellenfélként se léptem pályára, egyszer játszottunk edzőmeccset, és meg kell mondjam, hogy most épp annyira izgatottan várom, mint amikor legelső negyedik pályára léptem, hogy még jobban, mert mondom, nagyon bizonyítani szeretnék, és nagyon nagy motiváció van benne. Még egyszer Isten hozott, János, ismételten a Vasasban, és mindnyájan bízunk benned, mint ahogy te is bízol magadban, bízunk benned, hogy valóban hasznos játékosa leszel a csapatnak. Köszönöm szépen, hogy ugye a héten ugye néhány edzésen már részt vett Lázok János, és hogyha sikerül vele megállapodni, és úgy dönt a tulajdonos, az ügyvezetés, a szakvezetés is, akkor ismételten ugye csapattársak lesztek. Mi a véleményed, erősítés jelenthet-e a János ebben a csapatban még? Igen, én nagyon jól ismerem, és anno, amikor ugye az első időszakomban itt voltam a Vasasnál, akkor is nagyon jól megértettük egymást. Ajani az mindenféleképpen erősítés lenne a csapatnak, hogyha tényleg abban a játékos tudásban fog játszani, amit tud, és erről állapotban is 100%-os lesz, akkor mindenféleképpen. Nekünk is jó, mert eloszlik majd a figyelem majd a védők miatt, vagy a védelmek miatt, úgyhogy mindenféleképpen várom, hogyha le tudjuk igazolni, akkor biztos erősítés lesz a csapatnak. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Azért is hajrá!